döntőjében, ahol érkezik a B-támadás, egy piciben lennék, de majd ezt letisztázzuk a kör után, ahol egyes cserét hajt végre Mondik, illetve Voxik is itt van még, illetve csak itt volt Dead Fox-szal együtt is, illetve Angel maradnak három terrorral szembe, és még van Füst Valdénál, úgyhogy lehet majd húzni az időt, vagy inkább kitudni építkezés, ez is egy opció, Isa, illetve Angel, mint említettem, Angel jön majd manámból, Isa pedig CT kezdő felől, Kirby pedig nagyon szépen bújik kocsi mögött, Angel viszont a legrosszabb időben fordulhatna el, de ő berántja CZ fejest, illetve érkezik Isa is, nem tudom, hogy Valdét látta, gyanítom, hogy nem. Egy fejes, Isától hasonló. De nem tudja, hogy honnan kellene számítani Valdéra, de a legjobb időben fordul vissza. Viszont a fejes nincs, meg keresi a bombát, az előbb szedtél rá, miért keresed? Mit keres? Diffuse-kitet keresi. Jaj. Fény forduló, de talált egy füstöt is. Mi? Szóval hogy szedte végig? Hát mi történt itt? Oké. Tehát majd látta is. Csodálatos nincs a diffuse-zal, köszöntök én is újra mindenkit. Én is kommentatásom lesz Leszleren, üdvözöljétek őt is, tehát így, hello. Sziasztok. Ezt egy kicsit hatása alá kerültem ennek most. Hát amennyire hős volt Valde. Overpasszom, most ezt annyi az internet voltázta. Nagyon szép mellészúrás volt. Függetlenül pénzt kapott egyébként. Igen. Ugrás HR. Vezetés. Ez a granát az nagyon jó volt, és forszol a Nord a bombarakás után, nem a két onká. És ez a banán fordulás is. És ott látjuk a reakcióitok a cseten. És itt megkésve így a félperces delének köszönhetően. Három falmász, egy MP9, itt egy M4, amit fel tudott mutatni a HR. Ebben az anti-echo-ban, illetve hát anti-force-ban. Középen küldtek össze a Nord játékosai, Angel. Néha van az első kontakt, érdemi kontakt, majd pedig megy előre. És segít neki, nagyon szép csapat munka közösen itt már hosszún. Oh! Szép, szép fejes pedig Merzre is. Honnan a Zézi Kirby-ban, oh, Zézi, mi köszön fejes kisára. És duplázni is tud. Már közben én csak előtt társát körbit így marad 1v3-ban. Bomba pedig elesett közön. Már még van egy füstje, ezáltal könnyedén felkaphatja. Kapja az ívet elég rendesen füstön keresztül, és Dead Fox végez vele végül. Gyors 2-0 a HR-nek. Még visszatérve egyébként a pisztolykörhöz. Azért Isának kötélből lehetnek az idegei. Úgyhogy legalábbis én szerintem kapásból elengedtem volna azt a defuse-t. Vagy megláttam ott Valdét, amikor átugrott a füstön keresztül. Hát ezért kötélben nincsenek az idegei, csak így... Vagy hát... Mert utána akkor egy csapat Mondik kezére, hogy... Az biztos. Nem tudom, megvan-e még Mondiknak a keze. Angelnek megvan még, ugyanis ő tud lőni. Hát is rádobja Valdére, majd Mondik befejezi, amit Angel elkezdett, és itt van még is, és röviden, hogy segítsen. Hát egyenre elég tiszta játék a HR-től, leszámítva azt a pisztolykörös megmozdulást. Gyors 3-0-ás HR-ézős vezetés, és nézzük, mit tud alkotni majd az első érdemi vásárlós körben Nord. Dead Fox-nál ott van az MP9-es, még mindig Bodiknál is, és állal a FAMAS. Páros pedig egy M4-el is egy AK-val küzdik itt a negyedik körben. Ezt próbálkozik a füstön keresztül, nem talál senkit, elég mélyen jöttek le a füstök egyébként. Középen, illetve banánba szokásosan természetesen banán végére. Egyszerűen most már elszáll a füst, kényszerű visszavonulni. Kis közön vannak hárman, itt a középütt, és ketten felugrónak majd apartmanba, érkeznek a füstök, vakítók, és egy támadásnak lehetünk szemtanúi. Voxi Kisa, Voxi beledob egy füstöt gödörbe, és a nagyon jó pozícióban, ó, és még el is égeti Kirbyt, Voxi segít neki, Angel már itt van rakón.
Nem veszel hátra fordul, de csak egy sere Deadfox lövőjét végül. Nála volt a bomba, ez Deadfox már is információként szolgáltatta a csapat a felé, hogy az E4-es eset középű Dolls Fox egy gyönyörű fejessel lövi le Merced. Hogy 4-0. Ugye hamar 4-0 és nagyon hamar 5-0 is lehet. És csak pár pisztolyra van pénze Northnak. Következő körre kell majd 1500-2000 dollárokat kimenteniük. Most Bondiknál van egy MP9, és többieknek pedig AK-k. Úgyhogy... Bondik valószínűleg észrevehette, nem? Nem vette észre, mert ez a füst sarkából. Úgyhogy a Northnak van meg a nyitó. Az a Moló viszont megállítja a további meneteléstől a North játékosaid. Meg kell figyelni ezúttal. Kirbynél landol az MP9-es, az Angel Bowfishon keresztül lőhet, ami többet. Ó, és Deadfox segít neki koporsókról. Észrevesz még egy játékos. Oké. Okay. Tripla már. Tehát neki a 4K meg is van neki. Bravo. Ó, is a nagyon boldog. Nem... Nem csoda. És azon sem csodálkoznék, hogy érkezne most egy időkérés a North oldaláról. Köszönöm szépen. Igen, jött Nodánál azért már nem árt. Értve már nem árt ott kikérni ezt a bizonyos taktikai időkérés, és át kellene beszélni mégiscsak, hogy mi is történik MSL, AV, illetve a csapat között. Pedig Deadfox 4K-ja. És folytatjuk 5-0-ról, megjönik az első AWP vásárlás. Mersznél van ott T oldalon, egy füsted, illetve egy kevóval. És törelőre, ott hibázik. Kényszerű visszavonulni, de nem, még megy tovább. Ezek még a molók hárman vannak itt most B-n. Bondik egészíti ki ezt a B-védelmet, Angel és Deadfox mellett. Ez a hack nagyon jó, sőt duplán kapja MSL, már is 32 HP-ja van. És Angel inkább visszavonul, segítve állévő társait. És inkább oda-vissza rotál. Már visszatért B-re. Deadfox nem tud visszamenni, ott a boló, hogy ezt elkapná. A vakító, teljesen vakó, és MSL érző, hogy hol lehet a creeper. És Deadfox átolja, nagyon jó volt a vakító, 1-2, ott lett a harmadik mertugrás, már nem tudja előni. Viszont a Beakle is már összejött neki, 5 HP-val élte túl. Viszont még Bondik még mindig itt van, nézzük, számítanak erre. A Northosok volt, de elég elég kérdés, viszont nem tudja őt előni, és Angel is segít neki. És Merz maradt 6 HP-val egyedül. Úgy csak 5. Bocsánat, 5. Te már több esélyt akarsz neki adni, értjük. Igen. 3 golyó van betöltött AWP-be, amiből már csak 2 lesz, de cserébe Ulrich Angel. Most fogyott ki az a bizonyos AWP, csak kicsit talál, de úgy, leheljünk rá a füstre, aztán meghal Merz is. És lehet, hogy Deadfox átveszi Volde szerepét overpassról, és látta magát ugye a franchise player szituációba itt Infernón. Előbb egy 4K, most egy gyönyörű dupla. Kestel egyébként közel volt ehhez, illetve hát ő is volt a szerver első, hogyha minden igaz, illetve a csapat első mindenféleképpen a szerver elsőben nem vagyok biztos. Talán most már kezd belerázódni szerepébe. A supportba? Igen. Nézzük most Bondi! Nem általában. Oda Bondik. Ajaj, ég! Szegény, te fogsz érkezik segíteni. Meg Angel is. Hát ez így folytatódik, akkor a North nagyon nagy pofonba szalad bele. Hellraisers! 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 Mert csak a Freezy Time kapják a biztatást? Meg van tiltva, hogy körközben lehessen szurkolni, vagy... Nem, ők úgy taktikáznak a szurkolással, hogy a körök között ne zavarják őket.
Nem az, nem mindegy, jó. Oké. Nem legyen. Mindegy. Közben Versnek van meg a nyitó, závép és párbajt végül most a dán ifjú nyeri. Már is vonul vissza. Itt lehet a lehetőség, hogy megkaparincs első körét a dán gárda. Középen már érkeznek is. Nincs pedig hallja, hogy fellépnek apartmanba. Ez még vakító, ami nem vakít, csak itt, és duplázhatna. Csak egy ember tud elhozni, és MSL duplázik helyette. Szép volt ez a dán irányítótól. Dead Fox pedig előre hosszú, és nagyon ügyesen benéz középre, lövi Mercet. MSL pedig már triplánál jár. Volt, de pedig házból ülteti le Dead Foxot, úgyhogy megvan az első kör a Northnak. Konkrétan Issa és Angel is 16.000 dolláron. Ilyig nem lesznek itt problémák, mondjuk Bonditnak kellett dobni, de se baj. Lesz-e dupla AVP? Ez a kérdés. Akár érkezhet is Dead Foxhoz, de nem, nem jön végül, hiába van pénz. Nem veszi rá, sőt még a nagy keót se, 10.000 dollárba. A Voxit csak 3 gránáttal rohangál. Jó, hát... Ha neki ennyi elég, akkor elég. Hárman jöttek B-re. Voxit B-re, igen. Érkezik a boost falra. Jó, hamar szeretnék elfoglalni ezt a B-derakót. Illetve banánt. Elég legyen egy CT-t ott tartani. Lehet, hogy most meg is fog történni. Mint érkeznek bár a gránátok, Dead Fox már is rotálni fog, így is van, érkezik majd. 4 CT-vel szemben pedig a terroroknak azért eléggé necces lesz itt bemenni. Bombát azért még hátul hagyták rámpán. Nem feltétlen fog érkezni ez az átámadás. Dead Fox még forgó pozícióban van, a füst után pedig érkezik a Molo Voxik által, aki még mindig itt van falon. Ez a falnak a tetején. Érkezik a vakító, ami teljesen vakká teszi őt, és vonul is vissza. Dobja vissza a vakítót is. Oj, micsoda lövés az ugró MSR-re, szép volt. Robok tovább a North vonat B-re, hát függetlenül a bomba még mindig rámpán van. És lehet, hogy visszaforgatnak ára, nem, egyelőre még maradnak banánba. Mert most elfül egy CT füstre. Baj, de pedig robog előre majd a bombával. Dead Fox társa monitorát nézte. Hopp, még egy így. Gyönyörű terrorfej becsúszik mellénk. Megzavarva ezzel a kaszterekhez, és ez egy terelés ismét. És nem mondtál, tehát egy játékos se áról. Nagyon jól teszi ezt. Most Isa. És én csak kapja a fejes dobozom keresztül, ezért nem halt meg. Isa tud duplázni. És Körbi bal, de válaszol. Pontig. Oh. El, és megvan a dupla. 8-1. Hát, hogyha itt haladunk, akkor hamar vége lesz. Igen, pattogott a labda elég rendesen. Újabb időkérés valószínűleg a Northtól. Semmi pénzük nincsen. Így van. Kérdeztétek, hogy ezek a falfestmények mik, erre mindjárt válaszolni, csak nézzük meg a visszajátszást. Hát igen. Láttattuk a flicket, itt pedig is ennek a dupláját. Én is nagyon jól olvasta. Azért, mert két játékos banánba ugra, az nem azt jelenti, hogy ez a támadás is fog jönni mindenféleképpen. Illetve bíztak Voxikban és Dead Foxban. Ha Voxik meghalott, és nem önnyitja banánba a kört, akkor valószínűleg azért egy CT legalább elrotált volna ára, azzal pedig a tökéletesebb védelmet valószínűleg megmondották volna. Nő! Hello. Ha visszatérve, szerintem ezek a festmények, firkák, ugye, bestponnetes dolgok, külön pálya valószínűleg, tehát megfogták a versenypályát, és pályaszerkesztőbe rádobták. Gondolom én. És tartom a legvalószínűleg. Igen, a Starladder az közkedvelten szeret egyébként belenyúlkálni a pályákba, és kisebb reklámfelületeket elhelyezni a pályán, ami nem feltétlenül rossz, kicsit hangulatosabbá teszi, nem az a séma mindig, véleményem szerint, közben nincs, hogy duplázhatnak középen, de ez nem történik meg, ézés volt, de közös erővel lövi le az a Hellrise az irányítóját. Foxy nem hibázik, és a... Vigyáznia kell azért, hiszen már ott egy fejes, hát függetlenül lövi a frag, és ugrik már Valde is. Hát függetlenül Kirby. Ajaj. Duplázik az AK-val. És
nem mer hátrányba elrizni, amit kimondott Defox, az 2-2-re módosítja. Sőt, megvan neki Valde is! Defox, kiért marad egyedül, és megvan róla az info, be is lehetne őt lőni, lesebezni sikerül fél HP-ig. Addig pedig már be tudja fejezni, így van, 9-1. Nem is a legtisztábban, de hozza a köröket a HR zsinórban. Ezzel együtt pedig a bankot is elkezdték növelni ismét. Egyre nagyobb a nyomás North oldalon. Már is 8 körös differencia. És az új Inferno azért nem ennyire CT map. Úgy össze kell kapni a magát MSN-nek és csapatának. Egy full echo Angel újra agresszív középen, de az előzőekből tanulva inkább már is visszavonult. Érkezett egy füst rámpára a banánból. Sebzett egyet. Jaj. Minden részlet fontos. Na, érkeznek B-védők le banánba, illetve hát egyre agresszívabbak. Tehát Fox, illetve Bondék. Érkezik ki a moló, legjobb ütemben. Egyébként, hogyha egyszerre kiugranak még innen házba, akkor még ma is lehetne, bár is, hogyha HL bemegy, akkor kevésbé. Isa is ott van, Voxik is alkot, de még Angel is tud ölni, és ott lehet neki a dupla nagyon hamar, és meg is van neki. Egy-egy embereket buknak az antiákokba, ez bőven jó arány azért, tehát ők nem bukják el legalább az antiákokat, mert azért az esemény során is volt jó pár ilyen eset. Nekem a személy szerint a HR-rel kapcsolatosan nem rémlik ilyen, legalábbis erről az eseményről. És mindenki ott van a HR részőzben, mindenki oda teszi magát, top teljesítményt nyújtja, nekik köszönhető ez a magas kördifferencia. Szám szerint már 9, és Angel megint nagyon agresszív. Valakit látott valószínűleg, Voxik pedig T-házban, T-ház kiáratánál lent. Nézelődik a VP-vel, és ott lehetne meg neki akár a nyitó. És meg is van, Valdét lövi le, Bondik is fregel, lelövi Mercet, kapásból dupla ember előny. Nagyon érzik most a HR játékosai Infernót. Va, Bondik. Lövi ezt a találkozót. Már még lehet találkozni, ők nevezni a két füstön átvaló túrást. Nem is hasonló HP-n egyébként. X1-nél csupán 6 kör kell már a HR-nek. A pálya, a meccs és a nagy győzelemhez együtt. Értve is. Ebből a 6-ból pedig egyhez már elég közel vannak, ugyanis 5v3-ban védekezhetnek. Viszont ketten vannak csupán állna, ha érkezik meg a támadás, és Voxik vakul. Így Mr. is. És elérkezik a maga, és nincsen füstje, és nem tud megvenni senkit sem. Ez így viszont nem a legjobb. Viszont átért közben már egyébként Angel, vissza ide. Ápozíciójára térkezik a Boost füst fölött. De nem láttam meg senkit. Ott esetleg, MSZ-t észre lehetne venni talán. Tényleg lőjünk rá arra a dobozra. Hát akkor ne. Pedig általában ezt meg szokták tenni. Most amikor ott van az ember, akkor nem. Nincs érkezik erkéről, és megvan MSZ-nek a feje. Kérbire kell számítani pitben, mindenféleképpen. Dead Fox, Bondik, Angel. Ők hárman, Angel osztja ki a fejest, és Ézi van még bent lerakon, meg kell őt is ölni. És érkezni fog a Diffuse is. Dead Fox szedi, van kitje, és meg is van a Diffuse is. 11-1. Ez a bizonyos állás most már. Valami nagyon nincs rendben North oldalon, és érkezik is az időkérés.
Mit lehet még itt változtatni? Mit lehet máshogy csinálni? Szélet nagy kérdései. Dead Fox viszi a Primet. Áron, maga 13 fregével. T oldalon pedig egységes fregelés, de negatív értelemben. Mindenki 5-6, 4-5-6 freggel rendelkezik. Úgyhogy nézzük, mit talált a két taktikai időkérdésben. Easy-ék. Easy-ék? Jó. Easy-easy? Hát nem mondtad, hogy easy-ék. Nem, easy-t mondtam, nem? És ez inkább lényegesebb, és Voxig is elhullik. Na, itt már lehetnek problémák. Angel füstölet mondjuk egy embert kifejel. Mert egy válasznak megfelel, de előtte kellett volna még ölni. Dead Fox érkezik már rövidről, nagyon gyorsan. MSZ-t hátba lehetne kapni, mert mehetsz kinézni a bírból. De helyett MSZ-el néz ki röviden, és Mondi segít Dead Foxnak még él. Az a HL viszont elég rossz helyre megy, és Mondikot is elkapja. Angel marad 1v3-ban. Angelnek 8 gólyója van. Na hát volt, egy pillanatig fölébredt. Csak tudatta velünk, hogy ő még itt van. De lehet, hogy kell vele számolni. De 11 kör már így is eléggé erős a HR-től. Aztán ezt még növelhetik ebben a félidőben. És akkor még egyszer itt volt a megmozdulása. Duplája, majd összességében triplája. És akkor ismét egy nyerték bukták? Hát, hogy ez fog érkezni. Így van, hamarosan kiderül. Újra házból próbálkozik. Easy. Hát Fox pedig gránátokat váltogatja, és közben bonámba nézelődik. Nem lát senkit azonban. Érkezhetne is a rotálás. Angel Fog nem bullik el. Gyorsan elkövettem őt, mint halott játékos a szerve, nem függetlenül jön a nyitó, Bondik válaszol Kirbyre. Ó, oh, és Dead Fox a legrosszabb időben ugrott fel, és Mersz tud vele végezni, érkezik a B, ez egy hatalmas terelés volt itt Tahoszun. Bolde vezetésével rohan be B-re a Nord csapata, Mersz már is teszi a bombat, és érkezik egy újabb riték. Hát itt 3v3-ban eléggé necces, bár pénze még van a HR-nek, hogyha minden igaz, meg lehet próbálni, de nem, egyébként nincsen pénzük. És akkor itt a nulla dolláron. Itt a függetlenül fejes ki tud osztani még. 3v2 most már. Van diffuse kit mind a 3 CT-nél, úgyhogy lehet menni. És ha számít arra, hogy esetleg valaki mögötte fog érkezni, de ez nem fog megtörténni. Valde van itt patkóba, őt kellene kiszedni minél hamarabb. És Easy. Pedig banánba. Na, 1v1 Voxig, be tudod-e dőlni a fejes? Nem. Valde is mit mutatta, mit tud. Hát, Angel fog tudni vásárolni magának, Bondik tud egyet dobni és tud magának venni, és ennyi, többiek nem tudnak vásárolni, esetleg még Dead Fox egy famasz. Dead Foxnál egy AWP? Valószínűleg az lebett egyébként Bondik. Szóval dupla AWP védelem. Nincsen lehet csak egy CZ, Angelnél van a FAMAS, hát pedig az M4-es. És most inkább egyből B-re indul meg a támadás. Dead Fox hátrébb szorul és felbusztolja B-n lévő társát, népszerint Bondikot. Ide virághoz. Hárman itt vannak banánban, az AZ Valdep páros pedig apartmanban nézelődik. Az a moló jó lesz, nem ezt ki fogja zavarni, nagyon jó ütemben dobta oda. És MSZ-el nem kimegy inkább, hanem belevág egy füstöt nagyon okosan. Illetve a füstben még egy vakítót is. Lehet, hogy függetlenül mindig ott marad a pozíciójában. Ó, Easy-nek van meg a nyitó közben röviden Angelre. És már is forgatnak vissza. Lofább is Easy-t le kéne lőni, így van, nagyon szép volt Isától. És érkezik a füst középre, bár volt, de már bejött. És a legrosszabb időben fordul, bár Voxiknak van meg ő végül. És meg lett neki MSZ-el is. Így közel volt. 4 HP-val éli túl. Jöhetnek az AWP erei, Dead Fox-tól és Voxig-tól. Jöhet a Bondi-tól az M4.
megbukszik. Még egy AWP lövés, és akkor kiérbitalálja magát. 1v3-ban, amit majdnem 1v0, illetve 0v3 lett, de Kirby úgy gondolta, hogy most kiosztja a fejest Voxikra. Maliknak meg kellene várni a Dead Foxot, és meg is teszi ezt. És ha ketten érkeznek, akkor nem igazán szabadna itt hibázni. Dead Fox felkapja az AK-t, ez jó döntés. Diffuse kit nincs, úgyhogy iparkodniuk kell azért valamilyen szinten. Még van idejük, addig beugrik, de Dead Fox nem nézve jobbra. Itt nem érkezett az info, vagy nem hallotta, nem is tudom, hogy mi történt. Hát, jó. Felébredt a első félidő végére azért a North. És 11-4-es félidőt azért össze tudtak varázsolni, de kérdés, hogy ez elég lesz-e. Azért így 11 kört bevéden is még mindig nem rossz. Ennyire azért már közel sem CT pálya az Inferno. Azért a pisztolykör elég nehezen lett meg a HR-nek. Na legyen meg ugyanolyan nehezen is akkor. Azt csak voltak mindegy. 11-4 tehát, 7 körös differenciával fordulunk. Nincs robog tovább lassan a mérkőzés a második pisztolykörrel. Igen, volt az utolsó előtti két körben azért megmutatta a foga fehérjét. Nincs, most már az első 14 freggel, illetve ha fregget nézzük, akkor Voxik 15-tel, és követi Angel, majd Dead Fox 13-mal, és a Bondi pedig 12-12 freggel büszkélkedhet. CT oldalon pedig volt a Kirby páros 10-10 freggel, MSM Erz 6-6-tal, és között Gaze 8-al. Második pisztolykör Dead Foxnál, egy moló, illetve egy füst. Többieknél kevó, mit tétel onnan elmeszelné, van két flash, illetve egy diffuse, és nagyon gyorsan robognak fel középen a HR játékosok. Hú, Merszek van maga nyitós, hogy duplázni is tud, Voxik végez vele végül. Nézd, itt kimolózák, Angel folytatja a fregelést, ó, Ezi nagyon jó pozícióban, duplázni tud, és Voxik lelövi őt is, ismét egy dupla után ő tud válaszolni, hogy ezt Mercre tette. Bomban áll és ezt le tudja tenni. Ez még jó lehet és még nem is hozhatatlan. Ez az egyvég. Ajjaj! Miért nem tetted le a bombát, Voxik? Elnézd a szegény. És a szétek is nézek, bár így elmed B-je. Tehát így miért ne? Ezt hallják. És ők hamarabb oda fognak érni. Most sem, hogy mind a ketten jönnek egyébként. Feltem fékelt is egyet, de ajj. Most éppen szerencsés volt, ott is jól olvasta azt, hogy ténylegesen elforgatott Voxik. Valószínűleg egyébként hamarabb elengedte a gombot, mint hogy letette volna a bombát. Úgyhogy megvan a pisztolykör most a Northnak. 11-5. Bármi lehet. 4 darab CZ és egy P250. Már olyan sokszor láthattunk, szerintem két pályán, hogyha a HR Force-ra kényszerült. Általában ezek mellett a pisztolyok mellett döntöttek. És most egy 2-1-2-es felállás Angel Dead Fox banánban. Bomba hátul Voxitnál rámpán. És a Bondi pedig fönn szek minden. Na, merre szeretnék támadni, hova szeretnék bedobni a füstüket? Úgy tűnik, hogy B-re. Érkezni fog egy CT füst talán, igen, Angel-től. Voxitól pedig építkezésre, hogyha minden igaz. Nem. Azért a rakóra érkezett.
és nálat lehetne letúrni esetleg a CZ-vel az ellenfeleket, viszont ez így elég drága, és kevés lőszer van a CZ-vel, közben pedig Valde az, aki hibázik az UMP-vel. Tehát fogsz nézhet ki röviden. Illetve Mersz bejött már segíteni a lerakóra, viszont minden terrorvak házba kellene kiérkezni, segítenie Mondipnak, viszont mire kiérkezik tényleg is addigra mindenki más meghal, és még nem eszelt lelövi, de ez azért a bomba rakáshoz, a körgyőzelemhez nem elég. Elkezdett comebackelni a North. Illetve hát hozzák az iskolaköröket ugye a pisztolykör után. Ez itt láthatjuk az UMP-vel. Triplázott. Nem nagy csomagból. És akkor repókör. Na Árnek van, de nagyon, nagyon agresszív, a vakító is tökéletes volt. Second midre Merc által. Gyors nyitó. És valószínűleg gyorsan le fogják darálni. Ezt az Echo-t. Veszel közben. Igen, bérem, hogy megpróbál bemenni Bence, de ez nem jött össze. És még füstön keresztül is fregál, nem veszel. És akkor az ukrándó szaladgál kicsit körbe házba. Na még egy pár kört. Mondtam én. És még Angel, hogy rög? Bondik is mosolyog már. Hát egy kis edzés. Az nem árt. Vagy Angel mondja, gyere már Bondika, ne maradj már le! Igen, biztos az volt a tax, menjünk körbe háromszor, aztán menjünk le boilerbe. Nekem tetszett. Lehet az volt a cél, hogy ezzel kicsit megzavarodjanak. Most játékos, hogy jönnek apartmanba, nem visszafordulnak, megint jönnek. Azt sose tudjuk meg. Középen pedig nagyon agresszívak a CT-k. Mert MSL dupla. Ez most nem az a HR, amit az első 12 körben láttunk. Gyors, dupla emberelőny a North javára. Köszönjük, hogy támogatom, akit a Kierminek, de ez igazából csak azt vakítja, aki kérdéhez közel van. Távolra lévőket nem igazán. Mi már túl messze van. Áttolja a füstölt, mert ezt ezt hallania kellett. Összek hallotta is, és meg is tudja őt ölni végül. Mert fogsz érkezik röviden, és hal is meg. Nézi, pitbull tudott ölni, ott pedig Gomszitnak lehet egy nagyon szép dupla, de csak egy ember tud megölni végül. Hát igen, nincs még kör a HR-nek a második fél időben. Sőt, konkrétan az utolsó. Most, most a másik félben 4-et, és akkor még az előző félben 3, 7 kört bukott zsinórba a HR. Ha az előző félidőket is beleszámítjuk. Mersznél már ott az AVP. Viszontban azonban nem tudja megszerezni. Net fogsz terülőre dezertel, és... Nem még a malóban, és vakon még félvakon régve. Ez a baj, ennyi fog történni a körben nagyjából. Vagy csak Angel, vagy csak Isa is mondik. Nem gondolják máshogy. Mert... Életre kell az AVP-vel... Életre kell bizony. Bondik 1v4-ben mit tud tenni?
Van egy vakítója, amit még esetleg fel tud használni, Mercet viszont észrevette, és ez fordítva is igaz. Az egy fejes volt. Ez fejlővés volt, okay. Igen. Van még kicsivel több mint 40 másodperc, a bombát is most már fel tudja kapni. De ezt nem eszel tartja. És triplázni tudott egyébként a North irányítója. Ne lefelejtsük el, hogy Echo kör volt. Voxiknál csattan az AWP a kezében. És jöhet a vásárlás. Mercnek a dupláját láthatjuk, szép lövés volt. Az a North Academy-ból felkerülő játékostól. Fog nézni a Hydra, és el is kapja a bandikot kapásba. Hát... Igen, nagyon felébredt most a Nord 11-1 után. Azért a tegnap jóval gyengébb volt a Nord. Sokkal könnyebben ütötte ki a HR, jó, mondjuk nem ezek a pályák voltak, hanem Mirage és Cobblestone. Most észbe kapott a North, most nincs több esélyük. Szerintem a folyamán kikaptak, és még volt esélyük Fresters ellen, most pedig visszakerültek. Ismét a Hellraisers eSports ellen. Négy vi ötben lehetne támadni. Angel. Ezt négyre emeszelt, aki rátolta a füstöt. És a konnektorból kijött a füst mögé. Angel pedig visszaforgatja a csapatát B-re. 20 másodperccel a kör vége előtt, és függetlenül ugye még két játékos védi ezt a rakót. Viszonylag passzívak a vakító, jó Mercre, de amint újra lát fregelni, és tud lelövi Angel-t. Duplázni nem tud, Kirby segít neki viszont. Meg volt neki Dead Fox. Gyönyörűen bevédték a négy terror ellen ezt a B-rakót. Hát, egyre siralmasabb lesz így a HL számára ez a comeback. Annál jobb a Northnak. 9. körét vesztette el Zsenorban a HR. Hát, mint említettem, egyre siralmasabb. Sőt, 10-et, nem? Nem, 10 kere van a Nordnak. Semmi, nem, akkor nem szóltam, akkor 9-et, igen. És itt láthattuk ismét Kirbynek a dupláját. Ismét CZ-kkel vannak felszerelve a HR-esek, lehet egy gyorsabb körrel kellene egyébként próbálkozni, ugyanis a lassabbak nem igazán működnek. Figyeld, meghallották. Jó, Voxik nem, de többiek igen. Hát akkor a többiek sem. Úgy van, ismét egy lassabb kör. Középen, illetve rámpán helyezkednek el a HR játékosai. Nordosok pedig nem annyira agresszívak. Bár most Kirby a füstnek köszönhetően ott banán végén lecsoroghat fal mellé, és tud okozhat egy kis meglepetést a Hellraisers játékosai számára. Persze érkezik egy újabb füst. És van még egy percen HR-nek, hogy betámadja valamelyik rakót. Voxik még ugye itt marad bombával. És valószínűleg ez egy terelés lesz. Kiugráltak boilerből. És benne van a pakliban, hogy egy második hullámban megpróbálják az át. Mert ezzel figyelni kell, jó lehet a vakító, így van, teljesen vak, viszont ellen nem tudták. Kicsit későn, de most megvan Angelnek. Üres a B-rakó. Igen, lehet bemenni. Angel felkapta az AWP-t, úgyhogy ezt most jól olvasta
Angel ezt a kört, és meg kéne tartani ezt a rakót. Úgyis van Angel, már megvan a második frege. Boxit megkapta az AWP-t, ő fregelhetne vele tovább, úgyhogy ahogy láthatjuk, a mai napon inkább visszavonulnak North játékosai, és nem engedi a HR kiegyenlíteni az állás, úgyhogy beáll a kétkörös differencia. Két CT-be futhatnak bele fegyverekkel, mivel előttek egyet CT-en, inkább az összes HR játékos ebbe az irányba fog jönni, és ezt nagyon jól teszik. És ott a másik két CT azért szerintem egy, de inkább két fegyvert elvett volna a HR-től, így viszont nem buktak egyet sem. Sőt, még AWP-jük is van. És újra jött az öröm, és sától, és a többiektől. Megtört a jég. 10 nyert North kör után újra egy HR győzelem. És ebből lehet építkezni, lehet folytatni. Ilyen nagyon jó terelős körökkel Voxiknak lehetne maga nyitó, hogyha kinézne középen valaki. Ez úgyhogy nem fog megtörténni. Hát a csirke. A csirke, igen. Érdekes, hogy a HR-esek egyébként átengedik banán teljesen a Northnak. És láthatjuk is, hogy megint egy emberes B védelem. Ja, ezt az előbb egyébként sikerült betámadni, pont hogy engedték a banánt, és így lényegében csak egy CT-t hagyott ott a North, ezt pedig kihasználta a HR. Így megölték Mercet. Egyedül egyébként. És lehet, hogy megint elvesz a cél. Igen, valahogy információt kéne szerezni az állán lévő CT-k számáról. És Mercre pedig oda kéne figyelni. Megint érkezik a vakító, de Merc már hamarabb leugrik. És kapásból két CT jön át B-re. Ezt most lehet rosszul olvasni elmeszel, hiszen a bomba még itt van középen. Valószínűleg azt hiszik, hogy ez úgy újabb, ugyanolyan kör lesz, mint az előző, amit bejátszottak CT-kkel. Deadfox terelt, még dobott még egy CT füstöt. Viszont már érkezett könyvtár, illetve hátra temető elé is. Baj, de viszont annak a füst sarkából lelőheti Bondikot. Vigyáznia kell. Hosszún érkeznek, viszont ó, Kirby elengedi őket a füstből, és ó, Azy-nek van meg az első Angel teljesen vak könyvtárba, viszont Kirbyre nem számított, a Deathbox menthetni még a kört, de Valde temetőből píkel, és Bondik maradt utoljára egyedül, utoljára 6 HP-val. ...12-11, és nincs pénz a HR-nél. Egyik csapat se tudja betámadni a másikat. Pedig a terelés nagyon szép volt a HR-től egyébként. Be kellett volna menni még időben. Boxitra pedig nem lehetne kinézni egyébként. Úgy is teszik. Viszont kinéz banánba és duplázni tud! És nincs rá válasz, ez a legnagyobb hiba. Egyszerűen duplákkal kezdik folyamatosan szinte a köröket a North játékosai. A bombát még mindig középfele hagyták. Érkezik majd a boost itt B-rakón 3-asnál. Voxik az, aki próbál elhitetni a CT-kkel, hogy B-n lesz valami buli. Ami nem feltétlenül lehet terelés, hiszen Bondik már átjött a bombával. És egy második hullámon ismét betámadhatják. Ezt B-re érkezik a 3-as moló, ami kizavarja a boostot, vagy mégsem. Mert arrébb sikerült, igen. És egyébként hosszúra jön már, ezt meg kéne várni.
Úristen, nézd a könyvtárba, ez egy végzetes hiba, mert végez vele. És a Buxa számítósot hoxik, ez nagyon jó, így már viszont kéne infónak lenni arról, hogy még egy játékos még itt van Bén. És majd nem hibázik, elejti a bombát, cipelő bondikot, Voxik marad egy végöttömen, Voxik viszont hibázik, és majd duplával fejeződik be a kör. Újra egyenlő az állás, 12-12. 11-4-es fél idő után a HR nem bír köröket hozni terror oldalról. Nem és bírja volt, 11-1 is. Így van. Ez itt a HR chill. Hát ez még fél perccel ezelőtt volt. Mondtam, hogy ti látjátok ezt a streamját. Sajnos, és hát ekkozni kell, hogy a North hát is fogja vezetni. Hát is fogja venni a vezetést. Volt egyébként kijön. Second mérés az a HR pedig nem lesz rossz. Elég sokat sebzett. Mert elkapta Dead Foxot a VP-vel. És ha pedig Boilerből fog kinézni. Valamivel találkozik. Előnyét nem tudja viszont. Uha. Mert pedig füstöt nézett ki, és el is rontotta a füstöt. Ezzel emeszelt bújtatja el konkrétan a sarokba. És most már nem hibázik. Banán pedig egy, illetve most már B-rakon egyedül van Kierbi. Futnak is bére a HR játékosai. Merc már megvan a harmadikra a körben. Egyedik még nem jön össze. Főleg így, hogy nincs a végez vele. De Kierbi duplázik. Átviszi a vezetést a CT csapat. Átveszi bizony, viszont most már érkezik a vásárlás, legalább 5 AK. A VP-vel nem volt a legjobb feltétlenül boxig, bár így sem volt rossz. De általában, akkor majd az AK-val esetleg meg tudja elmutatni. Lehet próbálni ezt is, illetve természetesen most a pénz sem volt a HR-nek, hiába ekóztak. Azért nem a legtöbb pénzpap, hogy HR Skybox segítségével. Merceli majdnem felsorolta, viszont ő hibázik, és ez meg is bünteti is a... hát ez elég közel volt. És nagy hibát vétett Merc. És megvan a nyitó. Márdek, és lehet vinni tovább ezt a támadás, viszont Valde. Most a keresztül nem találna senki, hogy jönnek át, megvan nekik a dupla. Mit csinál, a negyesével píkeljünk? Hát, és még kijárv is lelövi is át. És újra emberelőny. A Northnál. Működik egy füst ára, viszont a támadás ettől függetlenül B-re fog jönni. MSL. El tudja lőni Oxikot, viszont mondjuk még él. 1v3-ba találja magát, bomba nála van. Mint ezt lerakni nem lesz a legegyszerűbb. Elkezdi rakni, és csak boostolni fognak a füst felé. Mondjuknak visszavált, és meglátja azt a boostot, hogy duplázhatna is MSL 8 HP-n. Utána Kierbit meg tudta venni Bondék. Kijön építkezés, erre számít-e a North? Kellene? Túl sok más helyre azért nem ugyatott ilyen hamar. Ézit meg tudja ölni, és MSL is véletlenül elkapja! Mi van? Hát ez mi volt? Egy kósza golyó. Egy kósza golyó. Ennyi kellett MSL-be. Szegény kirántotta a... Kirántotta a füles! Agyba dugolt a füléből, meg a gépből is. Hoppá! Ez gyönyörű volt. Gyönyörű lák volt. Tizenhárom. Lett a fejezetlen, hogy túl sok pénz nincs a HR-nél ismét. Tehát fogsz, illetve Angel is gyengén fegyverzetre szorul. Hibázik ismét Merc, bár nem azon a pixelen kell lelőni azért az embereket. Merc,
Ismét hibázik, ez már a sokadik. Az előző körben is volt a hibái, de Valde és Easy viszont már kevésbé bajlódik meg ellenfeleivel. Manik viszont már nem van lerakon, a bomba viszont Foxiknál van, és ő nem tudja bevinni feltétlenül, úgyhogy ne halljon meg. Mondik viszont meg tud ölni még két játékost. Na Mondik. Ki szeret Daisy-t, akkor már egy könnyebb körbe lehet. És ki is szeri Daisy-t? Egy HP-n, Mondik. Jézusom. Még nem. Egy kósz, még egy kószagoljon Kirby fejébe. Nem, nem, pici nem. Nem, 1v3 után egy 1v4, tehát level up. Level up az. És ezt talán még nem is láttam egy Kirby. Kirby-re. Ez nem hallja. Hát itt még nincs még veszve semmi. De Bondik ezt simán megnyerheti attól függetlenül, hogy egy HP-n van. Főleg nagyon jó helyre teszi a bombát, nyugodt körülmények között leteheti. És Kirbynek futni kell. Dishes itt van, moló van, aztán bevágja hármas meg a kukapásból meghalt. Kirby visszament ára? Oké. Hát amíg még odaér, az kb. Ez 20 másodperc, 18. Jó, és érkezik a hármas moló! Jaj, ne! Menj onnan! Nem. Nem el lehet ott van. Ez kettes moló lett. Érkezik a füst. És nézzük. Tudja lőni Bondik füstön keresztül, nem szedi. És ezt látja. Tudja. És most látja, hogy... És megnyeri Bondi! Hát ez hihetetlen. Megint kirántja a füles, nem? Nem, nem rántotta ki. Jobb füléből, igen. Illetve nem jobban a balból. Oké. Két Bondik clutch egymás után. 1v3, 1v4. Na, erre már replayt is kapom. Nézzük. Meccs. Ott egy. Az egyik. Megvan Valde. Ez a lövés, ez nagyon kulcsfontosságú, hogy MSL nem tudja hátba lőni. MSL nem tudta hátba lőni hosszúról Bondikot. Ez kulcsfontosságú momentum volt ennek a clutchnak a létrejövéhez képest. Huha. Nincs, hogy teljesen vak közben. Kirby a fal túloldalán. A vakító nem volt jó! Dead Fox Angel dupla! Dupla nyitó, és lehet robogni tovább B-re, mert pedig hibára halmoz. Ahogy ezt láthattuk mostanában az utolsó pár körben, főleg ezzel a smoke-kal kizárják őt. Ezt pillanatig azt hittem, hogy átadja a füstöt, de nem. Inkább átvált építkezésre, ahol szintén egy moló fogadja. Ő dob inkább egy vakítót, de pedig átolja a füstöt. Nem biztos, hogy jó ötlet. Fú, mert majdnem saját csapatot is tőtte le. És Angel, most hát Dead Fox tud duplázni. Az is égé felé már tripla. Így van. Igen. És nagyon hamar nőhet még ez a szám. Hármasból tartja építkezést. A füst el fog tűnni, illetve Easy érkezni fog talán, bár lehet jobban jár egy mentéssel. Ő nem egy Bondik, aki egy V4-eket hoz. Viszont Bondik inkább elmegy mellette. Nehogy itt egy csúnya ninjába fussunk bele. Dead Fox. Érkezik építkezésre. Lassan, de biztosan. Na, ez a úton. Mi történt? Ne! Most meggyeri! Hogy mi? 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 Bondiknak már kell egy párna. Fú. Hát jó. Ézi is tud egy V4-eket oldani. Fici, ezt most elrontottad. Jajjajjajjaj. És így most ennek köszönhetően, hát reméljük nincs még oda. A két Bondik clutch. És ettől nem szabad szétesni a HR-nek. Inkább a jóra, a szépre kell gondolni. Mondjuk a Bondik klácsokra ez nagyon gyorsan el kell felejteni, és kell pörögni tovább. A North pedig ebből fog építkezni. Bár a vásárlás elég gyenge. CT oldalon 2 SMG, illetve egy Scout. T oldalon viszont csak egy, az is Dead Foxnál. Na nézzük, ki jut meccsponthoz. Robognak előre Bane. A HR játékosai Angel vezetésével, aki most inkább itt visszahátrál Foxikkal egyetemben. Dead Foxot hagyják ott banánba.
Valószínűleg még kicsit átdiskurálják ezt a kört, hogy mi legyen. Hú, hát nem... Vannak izgalmak ebben a döntőben, igazi döntőnek méltó mérkőzés ez. Harmadik pálya, kiélezett küzdelmek. Nagyon-nagyon jó kis hangulatos mérkőzés. Clutch. Clutch hátán. Másodperc. És már lassan el kell indulnia Angelnek a csapatának. Végezett egy hosszú füst. De most nagyon passzívra vette a figurát a Nord csapata. Mercy is szinte CT kezdőn konnektorból nézi a hosszúról érkezőket. És majdnem fellene voltak elé. Sőt, fel is. És a 45 HP-n is MSZ-el fog neki segíteni. Isza már nem tudja ellőni. Hogy figyelnie kell a Jordan játékosnak, közben érkezik be a B. Kirby van itt egyedül, Isa dupla, vagy bocsánat, Isa is fogszik, lő egyet-egyet. És megvan a B védő is Kirby személyében, úgyhogy emberelőny, bomba len. Figyelnie kell most a HR-nek. Ne gyerünk, srácok. Bondik, fogszik, Dead Fox. Jelenleg a HR három legerősebb játékosa, még egyébként Daisy és Valde pedig menteni fog, ugyanis nincs pénz. Figyelj, szándékos nyertét bukták, tessék, direkt hagyták, hogy felszedje. Úgyhogy most már megnyerik a teljes mérkőzés, és ne csak meccspontot, hogy jussanak. Egyértelmű, nem? Természetesen. Próbáljuk mindig a jót keresni. Szerintem 14-14-nél a kutya nem néz az, hogy milyen nyerték bukták szituációba kerülhet a csapat, szerintem. Már csak azért Chiefs harapsz Rooks, hogy meglegyen azon a nyomva 16. kör. Hát hát most közelebb került hozzá. A no, szurkolók azért még kitartanak. Volt 1v3. Volt 1v4. Volt 1v4. Jó, most egy 1v5. Így van. De akkor se haragszunk meg, ha például Dead Fox vagy Voxik hozzá az 1v5-öt nyilvánvalóan. Vagy mindenkit lelőnek tisztán, én akkor se haragszom meg feltétlenül. Voxitok, figyelj neked! Azt hitted meghalt, mert az X-ray, igen? Igen. Mert ilyen legendákban nem hiszek. Nagyon rossz egyébként a fegyvezet, a két AK-t leszámítva, bármilyen az UMP-t sem szabad leírni Kirby kezében, de... függetlenül ennek egy HR map győzelemnek, körgyőzelemnek és győztesnek, győztes körre számítok én HR oldalról. Bomba hátul van T kezdőn, ez még mindig csak itt egy kis játszadozás a North védőivel szemben. Érkezik a poples hosszúra és a Bondik is áttolja és az árakóra. Bén is tudom a lövöld, de se tudtok hosszú... Lőjük vissza! Nincs visszalőve MSL, és még Easy is tud duplázni a füstben! Szóval, Voxik 1v5. Voxik 1v5, Voxik 1v5! Megvan a dupla! Nála van a bomba, le is lehet tenni. Hát, ha lehozza, akkor én nem, meg sem mondom, hogy mit csinálok. Voxik... A Makito jó CT-től csapattársakra. Na, Voxik! Uha. Uha! Megvan neki? Sem szedi Valde! Oh. Azt a mindenit! Megyünk hosszabbításra! Én Hemeszel, hova mész? Még tart a meccs. Van döntetlen, vagy mi a fene? Hova mennek a nortosok? Ugye felosszák, első-második hely, HR és a North is. Jó ennek. Ha mi történt? Na jobb szünet kell, srácok. Mondjuk elhiszem. Egy ilyen meccs után. És a Starladder-es admin szól a játékosoknak, hogy jöjjön vissza rádió, vagy nem tudom mi történik ott. Az viszont biztos, hogy akkor lesz egy kisebb szünetünk.
akkor nézzük a replayt. Ennek itt nem szabadott volna megtörténnie. Na meg ennek aztán pláne. Még ha talán Azy-t visszalövik, akkor Voxik egy 1v4-ben. Na jó, viszont akkor amíg szünet van, addig kihasználom az alkalmat arra, hogy beszéljek a következő mérkőzésekről, nem a Bestponneten, hanem mondjuk egy ESL Pro League-ről, ahol szintén a HR fog játszani kettől, illetve kedden 5 órától a FaZe ellen, még egyébként szerdán szintén 5 órától a G2 ellen, illetve 9:30-től a Space Soldiers ellen. Hát lesz mit nézni a jövő héten is, illetve természetesen majd a többi mérkőzéssel is jelentkezünk, vagy megszokhattatok már az ESL Pro League-gel, ez pedig az ESL csatornánk a twitch.tv/ESL_esport.hu csatornánkon éritek el, illetve, hogyha ezt nem szeretnétek feltétlenül gyakran nézni, nyilván megkeresitek, bekövetitek, kaptok róla értesítést, lájkoljátok a Facebook oldalt, onnan is kaptok értesítést, mert ott is kiírjuk, posztolunk, megosszuk, stb. Illetve, hogyha még erről is lemaradtok, akkor vagy eSport TV YouTube csatorna, ott pedig majd vissza lehet nézni a vodokat napokon belül. Közben pedig térnek vissza a HR-esek a helyeikre, ha minden igaz, akkor pont Angel futott föl a színpadra. Easy 1v5 plusz Ninja Diffuse, ez csak 1v4 volt, nem? Nem itt a szépítene bármi, de csak 1v4 volt. De igen, nem szépít semmi. Na hát szerintem akkor is szusszanunk egy-két percet, aztán akkor, hogyha folytatódik a hosszabbítással a mérkőzés, akkor visszatérünk. Nos, és akkor itt is vagyunk, akkor már a hosszabbítással. A drámába illő harmadik pálya a döntőben. És hát akkor a North marad CT oldalon. A HR 1, de jó esetben 2 kör be tud támadni. A CT oldalról szerintem meg tudják nyerni
most már ezt a pályát, a meccset és az eseményt is, de egyelőre nem kezdik úgy, hogy ténylegesen be tudják húzni, magukévá tudják tenni ezt a kupát. Minus Angel elhullik is az entry. B válik, az entry pedig megszerezte, menni közben is a kérkezik Boilerből, és három CT közül hárman néznek rá, de így is ki tudod szedni egyet, ez így viszont nem rossz. A Valdet viszont el kellene kapni, viszont ki tud ugrani. 3-4, ez így nem a legjobb, sőt. És Valde alig veszített HP-t, konkrétan csak 10-et. Hiába dobtok rá egy molót, ketten píkeltek rá, bár egy kicsit vakok voltak. Mindig bőven ott van a pályán ebben a körben is. Foxiknak kéne valamit alkotni azután az 1v5 próbálkozás után. Villanthatna még az AVP-vel is egyet-kettőt. Mondik az egyébként, aki balkonról fog érkezni. Érkezik a vakító Voxik által, nem ez teljesen vak, hát Bondik is kapott belőle sajnos. És Kirby nem tudja lelőni Death Foxot, hogy lehet folytatni a támadás 3-3-ra. Ó, Death Fox! És még nagyon szépet ugrott. Ó, Voxik hibázik. Ők már levaldét. Egy Death Fox nagyon szép volt ez a dupla, az első az még kevésbé ugrásban nehezebb volt lőnie, viszont a második fejes konkrétan kört érhetett volna, hogyha még ki tudják szedni lerakóról Valdét. ...16-15. North elérte ezzel a 16-os számmal, az mondjuk megkésve. Úgyhogy ezzel mi meccset nem nyertek, viszont megvan az entry. Az előző kör hősét, Valdét ki tudja szedni, Voxik. Megvan az ember előny most már. Terrorista oldalról a HR-nek. Ezt túl gyakran nem láttuk eddig. Nem tapasztaltuk túl gyakran. És Death Fox! Ott a következő fejes. Ha veszel is kinéz, akkor lehet, hogy én nagyobb problémával fog ütközni itt a North ebben a körben. A számad adja meccsen, ugyanis akkor fog mit csak jönni az egyenlítés. Érkezik a hosszú füst Angel-től. Érkezik a rövidre a vakító. És a Tézi majd egyedül, mint Dávid, öt jelenne kiszedni rövidről, még B-re terel Death Fox, meg is hal, elég erős terelés, bomba le fog kerülni. Ez egy két CT pedig még csak most indul el. De igazából meg lehet próbálni, 2v4-ben is MR3 16K-s hosszabbítás van, mindkét játékos 7000 dollár környékén, tehát lehet menni teljesen nyugodtan. Érkezni fog a moló, lerakóra egy patintott moló, már hogyha elveszel, bedobja, ő pedig bedobja most. Alapból teljesen kiüldözett mindenkit, viszont doboz tetejére Voxikot nem, illetve Angel sem Pitből, ők tudnak gyilkolni, és ezzel megszerzik a HR-esek is a 16. körüket. Mehetünk a hosszabbítás első fél idejének utolsó körébe, amit azért nem lenne rossz, hogyha behúzna a HR. Foxiknál is Mercy mindig ott van az AVP, mert agresszív módon vált, és már is átnéz kis közre. Ez a second mid tartja pixelre, inkább visszavonul. Valdétól érkezik egy hack balkonira, ott nincsen senki. Azért nem ártana két kör a HR-nek, illetve főleg csak azért, mert T oldalon vannak, védekezni már lehet, hogy könnyebb lenne. Ezt meglátjuk. B-re állnak fel most HR játékosai. A szurkolók nem azt mondják, hogy jó reggelt. Hát nem valószínű, főleg ilyen 3-9-kor este. Minden esetre visszaforgatta Kára most a ték.
Úgy is teszik, ugyanis kettő ember védi árakót. Most fog átzárni majd MSL. Megérkezik majd oda szökőkúthoz konnektor elé. Megérkezik a füstkönyvtár elé, illetve a moló is lefosztott van meg a nyitó. Nagyon jó, megvan mert, sőt duplázni is tud. Ezek ellenek Bencétől, bár ezek mind bént törtétek, most lövi őt vissza MSL. Úgyhogy még megy a csiki-csuki, hogy hova menjen a bomba, de végül a B mellett teszik le a voksukat, hiszen tulajdonképpen szinte már csak erre van idejük. És már is ben vannak egy üres B-rakóval találják magukat szemben, hiszen MSL már átrotált. Most érkezett vissza CT-re. És ott vette észre, viszont Bondik van, nagyon jó pozíciójukban. Bár MSL számított rá, de végül az ukrán srác győzedelmeskedett. Easy Valde versus 4 HR játékos. Ugye menteni nagyon nincs értelme. Hiszen az utolsó kör hosszabbítás első felében volt, de még elviszi Bondikot, illetve Voxik is hibázik. Azért oda kéne figyelni. Viszont a másik lövés már fontos Voxiktól. Vald 1v3, de ezt ő se tudja megoldani. Szép volt Voxiktól a VP-vel. Így 2-1-re megnyeri a hosszabbítás első fél idejét a HR. 17-16, így ahogy te is említetted, két kört kell bevédjenek ahhoz, hogy megnyerjék most már ezt a mapot, versenyt, eventet. Mi van? Mapot, meccset, eventet. A verseny meg az event az azért szép volt. Még egyébként a napot mind a három kört be kellene támadnia. Ami lássuk be, egy sokkal nehezebb feladat, mint kettőt kivédekezni. De semmi sem lehetetlen. Nehéz, de nem lehetetlen. Úgyhogy már is folytatjuk a hosszabbítás negyedik körével. Illetve amíg ez tényleg sem megtörténik, addig mondanám azt nektek, hogy kövessétek be ezt a csatornát, ugyanis még valószínűleg ilyen Star Ladder-es események lesznek azért a közeljövőben. És hát azokat itt követhetetek majd magyar nyelven, a stábunk által valószínűleg. Erről szeretetek majd értesítést kapni, akkor mindenféleképpen nem megéri követni. Na de térjünk vissza akkor a meccshez. Ahol most már a North támadhat, a HR pedig védekezhet. B-re fog érkezni a támadás, Deadfox ki tud menekülni és HP-t sem veszi. Nagyon szépen csinálta ezt most Bence. És rovognak előre a North játékosai valámba, bár most megtorpantak. Voxik az, aki átzárt, és most jönnek a füstök, Voxik kidob egy molót, ez megakadályozhatná a támadást. Na, Bondik a füstben nem lő bele, ketten kimentek CT-re, a vakítók nagyon jók voltak, viszont Voxik számít rá, megvan MSL, Bondik is tud fregelni, sőt, duplázhatna is, bár Lof HP-re lövi le, Kirby dob, Ézit meglátja, hogy bejött ketteshez, úgyhogy le kéne lőni, Ézit végez vele végül. Mert a 3-3-ra, Voxik nem hibázik, megvan a bomba cipelő, és kipattan a bomba. Jó, még Valdi visszalövi Angelt, és ha pedig érkezik CT-ről, úgyhogy már easy marad 1v2-ben. Nézzük, Easy össze tudják kaparni a bombát, a flash mindenféleképpen fel kellene ezt használni, de inkább csak bételni próbál. És átadja inkább Voxik a bombát Easy-nek. Ez mondjuk megkérdőjelezhető. Most viszont lehet rá kellett volna lőni arra gyorsóra, bár gondolhatott egy fékre is elsőre. Na de a legfontosabb az, hogy most egyszerre jöjjenek be, érkezik patkóba a moló. Egy pozíciót már is letisztáztak a gránáttal. És egyszerre fognak bejönni, így Easy-nek nagyon nehéz dolga lesz. És nem is arra néz ráadásul. Megfordul, és egy ember sem tud megölni végül. Na, ez kell. Egy körre! Egy körre! A HR! Ha igazítás Bondik által Isának. De nagyon szépen csinálta egyébként. Kettő darab meccspont. Mappont. Meccspont, eseménypont. Minden, ahogy Pici mondta az előbb. Milyen szép lenne, hogyha ezt a döntőt a HR mondjan egy ilyen izgalmas, szoros meccset.
Hát... két pontot kell hárítani a Northnak, illetve kettőt kellene betámadniuk. Banánt pedig eléggé szépen elfoglalta a helyet, Deadfox pedig nagyon sok információval tud szolgálni. Egyedül fogja B-t konkrétan. Ha meg is hal, akkor lesz idő átfoglalni Bonditnak még B-re, illetve azért Voxiknak is. És merre akar menni a bombával a North. Három terve is hosszúan, és békerítős lehetne ebből. Deadfox megöl kettőt banánba, így nem lesz nagyon békerítős. Deadfox még él, de őt keríthetik be nagyon hamar, felkapja a VP-t. Ez egy irányban még működhet, viszont mögötte már érkeznek a terrorok, erre nem fog számítani. Deadfox, fordulj meg. Voxik is meghal. Deadfox triplázik, de ez nem elég. Szép volt, North. Nem ezt mondják amúgy, de majdnem. És még mindig nincs vége. Na nézzük, lesz a második hosszabbítás, vagy most már a HR befejezi ezt a mérkőzést. Ugye a 16K-nak köszönhetően van még pénz, a CT-knek is. És lehet, hogy érkezik a gyors B, benne van a pakliban, tehát fogsz egy... többet nem tud, mondik, már dobja a gránátot, a búlt, jó volt, mert már is 20 HP, illetve Kirby's égett a molóba, nem is keveset. Ebben egy HP van, sőt, Valde is feles. Ez most már illene. Hát HP előnyöd van, ember előnyöd nincsen viszonylag, de... ez a kör most már nem lehetetlen a védelem számára. Bár mindig azt mondjuk, hogy a 4v4 szituációk inkább a téket szokták kedvezni. Most eldől. Érkezik a molo középre, mert ezt nem tud bemenni. Kivárnak North játékosai. Érkezik majd a füst hátra a site-ra is. Sőt, az oda is a dob egy füstöt maga elé. Van V füst gödörbe. Pedig érkezik, ó, Voxiknak megvan! Balkonyban viszont hosszúan átjöttek a terrorok ismét. Angelnek erre kéne számítani, nagyon ügyesen tart hátra. Viszont nem kis közön jönnek. Ajaj. Angel óvel akad a falba! És még pont el tud menni, érkezik a vakító. Nagyon agresszív, ú, de jó az a vakító! És duplázni nem tud. MSL, viszont itt van Bondik! Egy, ez az! Megnyerik a mérkőzést és a meset a HR. Voxik, hogy rátámadt Deadfoxra. De jogosan. HR-esek Ukrajnába, Kijevben, Lant nyernek. Sok hibájuk volt. Ez kár lenne tagadni, de az eseményt, az eventet így is behúzták a North-tal szemben. Másodjára győzik le őket az event során, és a döntőig veretlenek voltak. Na, a V4 kupát emelgette volna így is a